jövőre 75. születésnapodra jubileumi koncerttel készül, és tudod-e már, hogy mi az, amit biztosan hallhat a közönség? Hát a megszokott régi nagy számok, a slágerek, meg a nem is az, hogy sláger, amit szeretnek az emberek, Rossz vér, Kőbánya blues, 60 csapás, Hosszú lábú asszony. Tehát a szokásos dolgok is. István a királyból is játszunk egy-két számot. Amit én éneklek az István a királyba. Fonogram életműdíjas vagy, Magyar Köztársaság lovak keresztje, majd tiszti keresztje, Kőbánya a díszpolgára, és még sorolhatnám a díjaidat, mégsem szereted a sztár kifejezést, pedig te vagy Billa király, Billa kapitány. Hát ez más persze. Hát én mindig azt szoktam magamról mondani, hogy én egy szürke blúzista vagyok, hát és ez van. Igazából én nem tradicionális blúzokat játszom, hanem ritmet blúzt játszom, a rockos blúzt, és én ha szeretem, meg a szeretik az emberek, meg hát ezt szokták meg tőlem, hogy örülök neki, hogy eljárnak az emberek a koncertre, meg szeretnek, meg szeretik ezt a dolgot, amit csinálok. Kőbányán születtél, milyen gyerek voltál? Rossz. De csíntevéseid voltak? Csíntevés, rosszul, csúnyán beszéltünk minden itt. De ez volt, hát most az a jó, hát az a jó egy gyerekben is, hogyha rossz. Azt mondják, mert meg eleven, úgyhogy aztán kinövi az ember szép lassan ezeket a dolgokat. Focistának készültél, ráadásul az ország egyik legtehetségesebb futballistájának indultál. Hát igen, úgy nézett ki, hogy én soha nem akartam énekelni, én focizni szerettem, mai napig is imádom, nagy fradista vagyok, meg Barcelona drukker, úgyhogy nem akartam én énekelni, de hát aztán elvesztettem 11 éves koromban a lábamat, aztán bejött a beat zene Magyarországra, a Beatles, a Rolling Stones, az Animals, a Zen, meg a Kings, meg ezek a zenekarok, meg hát utána jött a Hendrix, aztán Chuck Berry, Hendrix, mindenütt, hogy nagyon-nagyon megfogott. És elkezdtem énekelgetni, szokták mondtam, hogy ordibálni, de hát aztán mondták, hogy jó hangom van, úgyhogy aztán így lettem. Amíg focisztál, addig nem is érdekelt egyáltalán a zene? Nem. Ugye a szocializmus idején nem sűrű lehetett a Magyar Rádióban hallgatni ilyen zenéket, amiket felsoroltál. Hol hallgattad ezeket? Hát mindenki, ez külföldi, Luxemburg, meg Szabad Európa Rádió, meg ahol hoztak felvételeket, magam a Terta vagy Mambo Magnon, úgyhogy hallgatta az ember. Meg bejött a Twist, meg Csabi Csepker, meg ezek, meg Ádám. Ugye operaénekesnek tanultál? Nem, azt akarták, hogy legyek, de hát én eljártam egy énektanárhoz elég ide Kőbányán, elég rövid ideig. Én nem voltam, én nagyon tisztelem, meg szeretem a Pavarottit, imádom, meg van még egy Berlamino, Gini Caruso, meg egy pár ember. És, de hát én nem vagyok, az egy más műfaj, az egy nehéz dolog ám. Úgyhogy sokan belevágtak, de hát nem kellett volna, de hát mindegy, az ő dolguk. Én tisztelem, meg szeretem, de hát én nem akartam. Hát én ezt szeretem, a rhythm and blues-t, a blues-t, a rockzenét. Arra emlékszel, hogy mi volt az a dal, vagy szám, amit először hallottál, ami miatt megfogott ez a blues zene? Hát volt egyszer, a tévében néztem, és volt valami Tánzal fesztivál, hát ugye régen. Aztán a szünetbe beraktak egy Animer számot a Felkönnap házát, és akkor nagyon megfogott, mert úgy énekelt az Eric Burdon, hogy ilyet még nem hallottam, az a nagy szőrös jó hangja volt, nagy erős, és szívhez szóló, felállt a karomon a szőr, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, és az megfogott meg, aztán jött a Hendrix, meg a többi zenék. Az első tetoválásod Hendrix? Igen, az első tetoválás. Hány tetoválásod van egyébként? Nem tudom, sok. Van egy pár. Ugye 1968-ban alakult az első zenekarod, a Sztár? Így valahogy, nem, akkor volt már nekünk Ori vizsgánk, első Ori vizsgánk, ja. A Sztárral játszottunk. Tehát megkaptuk, benn volt még a Kessler Pali bácsi adta át. A Veselény utcában volt akkor még az Ori, aztán utána a Vörös Márti téren. Utána volt a Wanderers. Hát de én játszottam ezekben, Lloyd, Wanderers, Napsugár. Játszottam egy csomó zenekarban, meg lejártam így az Orszánszkit, nagyon szerettem, jó barátok voltunk a Siriusra, meg ővel lejártunk, meg a Tátraival,
Bemrakpartra, ahogy is hívják a Török Ádám után, beszálltunk a Jackivel, meg a Tátraival, mentek a nagy jammelések, örömzenélések, és hát nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Mit jelentett neked Orszánszky Jacky? Orszánszky? Hát nekem nagyon sokat, azt mondhatom, hogy a tanárom volt. Meghallottam őket énekelni, volt egy Rákfogó nevezetű zenekar, a Lakatos Bögői Béla játszott benne. Ő énekelt meg az Orszánszky, és akkor azt mondtam, hogy én másnap abba hagyom az éneklést. Komolyan. Annyira megtetszett, és annyira jó volt, hogy nem tudok hozzájuk képes semmit mondom, mit akarok. Komolyan. Jártam le, barátságot kötöttünk az Orszánszkyval, meg oda akartak minden a Rákfogóba. És mondtam, hogy én még nem tudok úgy, meg mit tudom én, hát annyira tiszteltem, meg szerettem őket. És aztán lejártam Siriusra, szerettük egymást, jó barátok voltunk, sokat tanultam, bejártam hozzájuk anyukájáékhoz. Úgyhogy jártam sokszor Siriusra, sok jam session volt, énekeltem velük a Budai Parkban, énekeltem a Tabánba velük. Szóval meg vidéken itt-ott, úgyhogy nagyon jó volt. Az igaz, hogy egy zenekarból azért rúgtak ki, mert nem jártál próbákra, mert ment egy jam-en? Igen, kirúgtak a Napsugárból, kérlek szépen, mert próba lett volna, és volt a hajó. Sirius volt a hajón, és hát én mentem a Siriusra, mert hát az olyan jó volt, meg olyan jó volt hallani ezt a zenét, hogy nagyon jó, mert én egyébként is a kedvenc zenekarom a külföldi volt régen, a Colosseum, és hát az is ilyen ilyesmi zene volt. 79-be kerültél a Hobo Blues Bandbe, hogyan kerültél te ebbe? Hát szólt, volt egy, megcsinálták a hobójék, összejöttek, ilyen bulikat csinált az Ikaruszba, itt ott a Pókap természetesen ott játszott, akivel jó barátságban voltunk. Sokat köszönhetek neki, hogy oda kerültem a Hobo Bluesbe, mert aztán így kerültem be a Hobóba, aztán utána jött a Kopaszkutya, meg egyéb dolgok, és hát szerették ezt a dolgot. Meg hát a két szereplős dolgok, amit csináltunk, a Hey Joe, az Országút, a Lenyém tiéd, meg mit tudom, itt a Hobóval énekeltünk, és ez egy újdonság volt, mert hát ő is egy egyéniség, én is, hát, és segített, sokat tanultam tőle, gondolom ő is tőlem azért tanult valamit, és nagyon sokat köszönhetek azért a Hobo Blues Bandnek, hogy ott játszottam, de hát ők is nekem. Ugye az akkori kultúrpolitika nem túlzottan támogatta ezt a zenét. Hogyan viszonyult hozzátok? Hát figyelj, de hát ezek nem szerették semmit, ha valamiről szólt soha senki. Hát ez meg elég erős szövegeket írt a Hobo, mert hát nekem szerencsém volt, hát én nem vagyok szövegíró, a Hobo nagyon jó szövegeket írtak, a Horváth Attila, akivel írattam, a Koltai Gergő, aki jó barátom, és meg a Horváth Attila is, és ők is jó szöveget írnak, úgyhogy mindig erős szöveg, a dalaimnak erős és jó szövegei voltak, lehetett rajta gondolkozni, és azt nem szerették régen, hogyha valamiről szól valami, mert hogy gondolkoznak az emberek, azt nem szerették. Ugye a Kopaszkutyát már említette, Szomjas György persze. Filmjét 1981-ben készítette, ha jól tudom. Ugye azokat a dalokat, amik ott elhangzottak, nem is adták ki? Hát nem, igen, nem szerepelhetett először lemezen. Aztán, de hát nagyon jó barátságban voltunk a Gyurival, hála, nagyon-nagyon szerettem és nagyon tiszteltem, a mai napig is szeretem, tisztelem. Az mit jelentett az a film az akkori fiatalság? Hát azt gondolom, ez valami lázadásszerű volt, vagy valami jó volt, tetszett nekik, és én örültem neki, hogy ebbe játszhattam, mert hát az egy gyönyörű dolog volt, meg akkor voltunk a legnagyobb sztárok, mikor volt a Kopaszkutya film, mert hát nagyon-nagyon sokan jártak ránk. Igen. 200 méteres sorok álltak kint, meg mit tudom én, hogy meg még többen, hát mindenhol telt ház, és jó hangulat volt, fiatalok voltunk. Ugye Erdős Péter? Hát én nem nagyon foglalkoztam azzal, inkább a Hobo foglalkozott, mert hát az mindenbe beleszólt, meg semmi nem tetszett neki. Azt mondta, hogy nyugat majmolása. Igen, ilyeneket mondott, persze. Hát. Viszont utána nem sokkal volt a Fekete Bárányok koncert, ahova több tízezren elmentek. Azért ez nagy fricska volt az akkori kultúrpolitikán. Hát igen, ott 30 ezeren voltak, vagy még többen, úgyhogy nagyon jó volt. Hát meg a Tabánban is nagyon sokan voltak a Kopaszkutya forgatáson, ott is volt 30-40-50 ezer ember. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. Léptél fel Chuck Berryvel. Ugye? Énekeltem, vendég voltam a Tátrai, a Póka, meg én az Old Boys-nál, a régi BS-be, és akkor énekeltem egy
Purple számot, egy férfi szeret egy asszonyt, egy When a Man Likes Me Woman, és akkor azt mondja, jött be, és nem látta, ki énekel. És akkor azt mondta, ugye ez egy fekete ember, aki énekel. Hát mondták, hogy nem fekete, ez egy magyar ember. Azt mondta, és ő azt mondta erre, hogy ilyen fekete hangú fehér embertől még nem hallott. Azért ez egy óriási elismerés. Hát ez nagyon, nekem nagyon-nagyon, mert én nagyon nagy tisztelője vagyok. Ezután jött István a király, hogyan kaptad meg a tátos szerepét? Hát én azt nem tudom, hogy szóltak, hogy mindenféle embert kipróbáltak, vagy akartak, vagy nem tudom, hogy volt, és akkor szólták, szólt a Vikidál meg a Feró, hogy hát itt a Bill Ménem. Hát aztán bementem én, aztán meghallottam, fel volt már énekelve egy-két dal, és nagyon-nagyon jól énekeltek a Sebestyén Márta, a Varga Miki, a Vikidál, és akkor nem mondom, most fel kell kötni a gatyát, és oda kell figyelni, hát oda kell magamat tenni, oda is tettem, és akkor nagyon jól sikerült, hála az Istennek, úgyhogy hogy nagyon meg voltak elégedve velem, meg én is szerettem ezt a darabot. Hát olyanba vehettem részt, ahol több ezer ember megvárta a Királydombon is, meg Lenn Szegeden is, három szezont volt Lenn István a király, és fenn a tetőkön ültek, és megvártak 3000 ember a koncert után, vagy a rock opera után, és ez nagyon nagy dolog. Meg mikor futottak a nemzetszínű zászlóval, sírtak az öregek, fiatalok, és hát nagyon-nagyon sokat köszönhettem ennek is, hogy a részt vehettem ebben, mert olyan emberek is megismertek, nem csak azok, akik koncerteken jártak, hanem azok is, akik eddig még nem tudták, hogy ki vagyok. 6 év után ugye ott hagytad a Hobo Blues Bandet, szóló karrierbe kezdtél, és rendkívül nagy nevű külföldi zenészekkel is együtt énekeltél. Persze, hát én azért nagyon nagy szerencsés voltam, játszottam a Brian Adams-el, Eric Burden-nel, akkor játszottam az Extreme-el, ugyan mind a Brian Adams-el a stadionban, és volt egy koncert, ott is játszottam, ami nem valami jó volt, meg hirdetve nem volt olyan hatalmas tömeg, de jó volt, játszottam. Hát meg játszottam az István a királyba, azért a Népstadionban, ahol 90 ezer ember volt, úgyhogy ezek nagy dolgok. Úgyhogy, de játszottam nagyon sok emberrel, a Chuck Berry-vel től kezdve, John Mayall-lal is játszottam, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, sok ember, a Savoy Brand-nal is, egy csomó emberrel játszhattam, aztán most a Paksi Blues Fest, Grasstrop Blues-on játszhattam Eric Gales-szel, és odaértkezett, mondta, hogy nagy ember van, meg nagy hangod van, aranyos volt, úgyhogy hogy nagy dolgok ezek, úgyhogy nem vallottam sehol szégyent, és ez nagyon jó dolog. Hát meg a rengeteg rock opera, amiben játszottam, amit rendezett a Koltai Gábor, a legutóbb az Itt élned, halnod kell, akkor István a királyt is ő rendezte az elsőt, költő visszatér, zúgjatok harangok. Akkor játszottam az Attila Istenkardjával, János a Vitéz, a Gregor Józsival, akkor Jézus Krisztus Szupersztár, abban is voltam, a Fanatikus Simon, úgyhogy egy csomó darabban játszottam, úgyhogy hát meg játszottam Szomjas Gyűnőnek egy-két filmjében, nem olyan nagy szerepeket, de ott voltam. Uh-huh. Ugye jövőre lesz 40 éves az István a király? Hát én nem tudom, és igen, hát remélem, hogy ott leszek. A felkérést megkaptam, aztán reméljük. Manapság hogyan telnek a mindennapjaid? Ugye nagyon sok bulid van most is. Hát most azért nincs olyan sok buli, nyáron voltak, azért több buli volt, de ahhoz képest, hogy volt ez a Covid, meg minden, ahhoz képest van egy pár buli, meg mit tudom én, és elég sokan eljárnak a koncerte. Debrecenben is ott voltak 1000 ember, akkor Békés Csabán 600, most voltam Kaposvárot, ott is tele volt, úgyhogy nagyon jó. Úgyhogy dolgozunk, csináljuk, nagyon tehetségesek a zenészeim, fiatalok. A pandémiát hogyan élted? Hát nagy borzalmas volt, hát egy kisé volt, aki teljesen ilyen, teljesen megszédült, megrogyott, hát nem volt egy jó érzés, ez a bezártság, meg ez az asszonyom is kapott egy infarktust, aztán kapott egy COPD-t, aztán nagyon kellett rá vigyázni, tudod, úgyhogy hogy nem volt egyszerű a dolog. Uh-huh. Neked is volt 10 éve egy infarktusod, igen. Most hogyan vigyázol magadra? Hát úgy, ahogy lehet, nem eszem annyit, tornázgatok minden nap 3-szor, aztán nem dohányzom, nem iszom annyit, uh-huh. Úgyhogy sokat számít. Uh-huh. Meg tornászok, próbálok odafigyelni egy kicsit.
Kőbányai gyerekként hogyan lettél Fradi Drucker? Hát mert nagyon érdekes dolog volt ez, mert ott Pongrácoton raktunk, és akkor ott volt az MTK pálya, és oda jártak sokan át focizni, és oda mentem először. Az MTK-ba fociztam, aztán fradista lettem, úgyhogy nagyon nagy dolog volt, engem nagyon megfogott, hogy milyen jó közönsége van a Fradinak, meg milyen jó csapata van, meg az Albert Varga, meg ezek, úgyhogy meg a Deják régen, úgyhogy nagyon nagy dolog volt. Az igaz, hogy a Fradi akkor azért valamiféle ellenzéki csapat volt a Kádár rendszerben? Ilyesmi volt, igen. Nagyon sokszor beszélsz a családról. Mit jelent számodra a család? Hát a család jelent mindent. Az igazság, hogy az ember valahol elmegy, akármi baja van, gondja, hazajön és itthon megnyugszik, mert hát a család, hát ez egy jó dolog. És akkor teljesen kikapcsol az ember, és itthon van, és a szeretet azért, meg a jó kaját, meg a család. Hát nálam is a szülőknél is a család az volt a jó, négyen voltunk testvérek, és hát a család az mindenek előtt is úgy tanították a szüleim, hogy maradjak minden körülmények közt ember. Tehát az nagyon-nagyon sokat számít, és meg a család, és a legelső a család. Utána jöhet csak a többi. Ugye egy helyütt azt nyilatkoztad, hogy Isten elvett valamit, de adott is. Adott olyat, igen, áll az Istennek, mert, és ez nagyon nagy dolog, ennek nagyon örülök, és hát én magam modern hívő vagyok. Persze. Ezt akartam kérdezni, hogy milyen szerepet tölt be az életedben a hit? Nagyon sokat. Én szeretem a jó Istent, ő is szeret engem, úgyhogy magam módján. De nem tértem meg ilyenek, szóval nem, de én a magam módján szeretem a jó Istent. Figyeled a mai fiatalságot? Igen, szoktam nézegetni néha. Van utánpótlás? Hogy látod? Hát én nem tudom, ebbe a zenében nem nagyon. Én örülnek neki a legjobban, de nem olyan egyszerű ez a dolog. Szóval nem születnek azért Magyarországon nagyon olyan emberek, akik ezt tudnák igazából továbbvinni, bár lenne, hát én örülnék neki, hát azért nem egyszerű. Hogyan zajlik nálatok egy karácsony? Hát a család, megint csak a család, kaja, sütés, főzés. Van ilyenkor állandó menü, ami biztos, hogy az asztalon? Hát az mindig szokott lenni, persze töltött káposzta, halász, rántott hal, egyéb ilyen dolgok. Most mire készülsz? Hát majd jövőre lesz, jövő 2023. november 18. Pap László Aréna, Deák Bill 75. Reméljük, hogy a jó Isten segít, hogy meg tudjuk élni ezt a kort, és tudjunk csinálni egy jó koncertet. És hát lesz egy-két meglepi vendég, úgyhogy nem árulhatom el, hogy kik. Hogy szoktál mindig elbúcsúzni, mint halálig, blues és hajrá, Fradi? Igen, hát ez szokott lenni, hát hogyne. Igen, én nagy fradista vagyok, meg Barcelona Drucker, és hát ez van nagy Messi is, meg egy Neymaros, úgyhogy most van a világbajnokság, azt is nézem, drukkolok a braziloknak, úgyhogy meg argentinoknak, aztán majd meglátjuk. Azt szeretném még elmondani, hogyha van Deják Bill koncert, akkor gyertek el, nagyon jó a zenekarom, nagyon jó a zenekar, és ez a szívem összes melegével kiteszem a színpadra, úgyhogy, és hát én is adok valamit, ők is adnak, mikor kiabálják Billa király, látom, örülnek, tapsolnak, és hát én szeretem az embereket, meg szeretem a közönségemet, végül is neki köszöntem ezt az egészet, amit elértem, meg egy pár barátomnak, úgyhogy akikkel zenélhettem együtt, meg írtak dalokat, meg csináltunk együtt dalokat, úgyhogy köszönöm szépen nekik, úgyhogy én azért nem haragszom senkire.